Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a személyes jóslást. A díjam 4000 forint. Ez a felvétel június 11-én jelenik meg, és az indiai számítás szerint ezen a napon a hold az aslésa holdházban van, ami lefordítva egy kígyót jelent. És ez szimbolizálja a gyógyító erőt, a megújulásokat, a transformációt, a szexuális témákat. Ezen a napon, június 11-én egy jó kapcsolat van a nap és a hold között. Ez jelenti a tudatos dolgokat, a gondolatokat, vagy az öntudatot, az érzelmeket, és ezzel így egy hangban vagyunk. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz és megbízható számítás, Vénusz bolygó a határon van, hamarosan elhagyja a bika jegyét, és áttér az ikrek jegyébe. Eddig fontos volt számunkra, hölgyekre, a biztonság érzete. Az is lehet, hogy valamit meg akartunk tartani, vagy kényelmesek voltunk. De megvolt a szép Vénusz energia, ez a szerelmi energia, hiszen Vénusz bolygó a bika jegyében otthon érzi magát, mert uralkodik a bika jegye felett. Hamarosan áttér az ikrek jegyébe, a levegő elemébe, ahol lesz mozgás, könnyűség, kapcsolatok, vagy kommunikáció. Erre fel lehet már készülni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Ez a kisfiú a képen jelenti a szegénységet. Én azt is mondanám, a félelmeket, hogy elveszít valamit, például a munkáját, hiszen a másik kártyán a munka, a tevékenység látható. Vagy azt is jelenthetik a képek, hogy sokat dolgozik, de kevés pénzt kap érte. De vannak itt veszteségek is. Az érzelmei az bal oldalon látható. A kislány az jelentheti a gyermekeket, a kapcsolata a gyermekeivel, de jelenti az ártatlanságot is, vagy egy új kezdetet. Sőt, alul látható a képen a változás. Ő tervez egy új irányt, és szeretne valamit megváltoztatni az életében. Ez lehet egy munkahelyi változás, hiszen a felső képek, ami foglalkoztatja őt a gondolataiban, a munka jelenik meg, azon kívül a szegénység, a veszteség. Hogyan közeledik hozzád, az jobb oldalon látható, itt lesz egy meglepetés, egy nyeremény, azon kívül ott látható a horgony. Itt a kiper kártyákról van szó, de a Lunomart kártyánál a horgony az szimbolizálja a munkát meg a hivatást. Én így ezt összekapcsolnám ezzel a kártyával is, és azt a horgonyt ott jobb oldalon, azt tényleg mint munkahelyet látom. Persze jelenti a biztonság érzetét is, azt is, hogy vannak nála tervek, ami nem csak a jelent illeti, hanem a jövőt kettőtök között. Hiszen meg lesz a biztonság érzete, mert ő le tud horgonyozni ebben a párkapcsolatban, és az a nyeremény, az a pénz, az jelenti a nyerességet, de azt is, hogy értékes vagy számára.
hogy jelenleg mi fűz össze benneteket, az középen a magyar kártyán látható, itt az F betűről van szó. Mi jut eszedbe az F betűről, vagy mit jelent számodra ez a betű, örülnék annak, ha leírnád a kommentárba. Ami nekem eszembe jut, Feri, Franciska, Farkas, Fazekas, Ferencváros, vagy Fertőd. Ott középen van a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás, itt van egy kör. Itt minden rendeződik körülötted, hiszen ez a kör összefűz benneteket, ez egy kapcsolat vele. És a körön belül a kereszt jelent egy találkozást, vagy a döntéseket, hogy onnan középről irányítjátok a dolgokat, van több irány, több lehetőség, változások, és ebben az esetben a kör óv benneteket. Hogy milyen hatás van kívülről, különösen rá, az alul bal oldalon látható, nála vannak támadások, és ő fáradt, kimerült, erőre van szüksége ahhoz, hogy itt fel tudjon állni, hogy legyenek változások, hogy előre menjenek a dolgok. Ami téged, illetve a te napi energiád jobb oldalon látható, a négyes szám jelenti a biztonság érzetét, az alapokat, erre van most szükséged minden élet területen, de látható, ahogy a botok ott vannak körülötted, hogy van egy szűkös helyzet, amiből szeretnél kilépni. És ez a felszabadulás érzete, amikor tényleg úgy lesz, hogyha le tudod zárni ezt a szűkös helyzetet, akkor fellélegezhetsz. Nem vagy egyedül, valaki segít neked látható a képen, lehet, hogy ő, lehet, hogy valaki más. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a kommentárba, hogy mit jelent számodra az F betű, vagy ez a szimbólum, ez a kör a kereszttel együtt, és hogy milyen változások lesznek, milyen tervei vannak, mi tart téged fogva, melyik szoros helyzetből kellene kilépni, és hogy miért olyan fáradt, kimerült, ki támadja őt. Amit még megemlítenék, hogy örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!